Négy nap, 28 szervező, 35 program, ez az idei kortás művészeti fesztivál mérlege. A 13. alkalommal megrendezett fesztivál minden évben reprezentálja a városban leghatékonyabban működő és legszínvonalasabb művészeti tevékenységet végző egyesületeket és alkotó műhelyeket. Ez évben ugyan kicsit rövidebb ideig tartanak a programok, ám igyekeztek azokat úgy összeállítani, hogy ne zavarják egymást, inkább erősítsék. Földrajzilag is közelebb kerültek az események, egy-egy nap, egy-egy szűkebb területre szorosan koncentrál, így az első nap a belváros, vasárnap is a belváros, a második nap ugye a szabad háza, az a körülét tömörült színházak, színpadok, a meghívott vendégeik és a pályázati bemutató, és hát szombat a borivár a kortás művészetek minden ága képviselteti magát idén is. Koncertek, színházi előadások, filmvetítés és kiállítás is szerepel a hétvégi programok között. Mint a kultúráért felelős alpolgármester mondja, Fehérváron ez a hét a kultúra ünnepe. Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni, hogy a fiatal művészeknek bemutatkozási lehetőséget teremtsen, törekvéseiket támogassa és a városban tartsa a fiatalokat a programokkal komolyan vesszük azt, hogy szeretnénk a fiatal művészeinket, miután a tópartiból tovább mentek egyetemekre, szeretnénk, hogyha visszajönnének. Az nagy rettentesen fontos egy város hangulata, arculata sok tekintetben, akkor szerintem egy ilyen kortás fesztiválra abszolút szükség van. Idén a Kortás Fesztivállal egy időben tartják Fehérváron az Alba Régia Gyermekkórus Fesztivált is. A háromnapos eseményre öt kórus érkezik határon innen és túlról. A pénteki nyitórendezvényen például 300 gyerek énekel majd együtt a belvárosban, de a programok közt szerepel több hangverseny és utcai szerenád is. Három helyszínt találtunk erre, ezek bevált helyszínek, az egyik a Kati néni, mellett a lépcső, az egy természetes pódiumnak tekinthető, de szépen föl tud állni egy kórus aztán az a országalma környéke és a hősök tele. A hétvégi eseményekre érdemes lesz tehát kilátogatni, hiszen a kultúra minden ága képviselteti majd magát Fehérváron. A rendezvények részletes programjáról a Város és a Fesztivál honlapján informálódhatnak az érdeklődők.